Sziasztok, kedves HUC TV nézők! Ahogy láthatjátok, most egyedül leszek itt az asztal mögött. Körbe vagyok véve mindenféle házikókkal, ahogy ezt megígértem. Chieftek házakat fogunk bemutatni nektek. Ugye három darabot. Van egy nagyobb, egy kisebb, meg a legkisebb a tesó. Ő a kisebb, legkisebb királyfi. Ám mielőtt ebbe belevágnánk ebbe a házbemutatóba, egy pár dolgot azért el kell még mondanom. Természetesen az oldalról, ahogy az lenni szokott. Az első, hogy a HOC klubot én magam részéről feladtam. Ahogy látjátok, a logó is lekerült az oldalról. Igazából azt nem mondom, hogy meglepetésért, inkább csalódásnak nevezném ezt a dolgot. Nagyjából erre az érdeklődő számra számítottam, ami érkezett. Ahhoz mindenféleképpen kevés a jelentkezők száma, hogy ezt az egész dolgot elkezdjük. Úgyhogy a beérkezett jelentkezéseket azt töröltem. Magyarán az adatok azok most már nem elérhetők. E-mailt senki nem fog emiatt kapni, zaklatni nem fogjuk, amiatt, hogy jelentkezett a HOC klubba. Lehet, hogy elnézést kéne kérnem, amiért nem sikerült ezt így létrehoznunk, de azt gondolom, hogy rajtunk nem múlt semmi. A másik, amiről beszélnünk kell, ez a pontgyűjtőjáték. Ugye ez is a HOC klubhoz tartozott. Próbáltunk tagokat toborozni, emiatt ajánlottunk föl különböző nyereményeket. Ugye pontokat lehet egy gyűjteni úgy, hogy az oldalra látogatókat hoztatok. Ennek a játéknak tegnap vége lett, a tegnapi nappal. Hamarosan eredményhirdetés is lesz. Egy hírben be fogunk arról számolni, hogy ki győzött, ki lett a második, harmadik, illetve a negyedik helyezett. És felveszünk velük a kapcsolatot. Illetve, hogyha valaki már tudja, hogy hol végzett ebben a versenyben, akkor várunk tőle e-mailt. Át lehet venni személyesen is ezeket az ajándékokat, illetve hogyha valaki vidéken lakik messze tőlünk, akkor természetesen a posta is megoldható. Mindez díjmentesen ugye a mi költségünkre, de ezt talán nem is szokatlan, így szoktuk mindig csinálni. Hogy a mai műsor mennyi ideig fog tartani, nem tudom. Ugye itt látjátok, hogy körbe vagyok véve ezekkel a házakkal. Ha cikket kéne írnom róla, akkor valószínűleg egy 4-5 oldal lenne ez a cikk. Így élőben még nem próbáltam házat bemutatni. Az is előfordulhat, hogy 10 perc alatt végig szaladok az összesen, de az is lehet, hogy majd elmerülök egy kicsit itt a bemutatóval, és akkor viszont túl fogunk lépni az egy órán, ezt majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele. Nem is tudom, melyikkel kezdjük. Gábor, szerinted melyik legyen? Kicsivel. Kicsivel, kezdjük a kicsivel. Mikrofont egy picit arrébb rakom. Oké, ő az aprócska ház. Azt gondolom, hogy talán a házi mozi célra való felhasználás az, ami a leginkább így az eszünkbe ötlik, hiszen minden megvan ebben a házban ahhoz, hogy berakhassuk a nappaliba a tévé mellé. Viszonylag kicsi a mérete. A előlapon, Gábort megkérem, hogy kapcsolja át a másik kamerára, majd megmutatni. Itt van ő. Az előlapon lehet látni, hogy túl sok mindent nem találunk. Itt alul vannak a visszajelző ledek, ugye a működésről, illetve a pontosabban, hogy is van, igen, ez a működés, de hogy be van kapcsolva, ez pedig a merevlemeznek a működésére, ugye villog. Van egy bekapcsoló gombunk, egy kis ajtónk, ahol ki tud bújni a optikai meghajtónak a tálcája, illetve az a gomb, amivel ki tudjuk nyitni ezt a meghajtót. Ami csatlakozó még van és elérhető az elején, az itt fönt a tetején van, itt mutatom, egy kis kinyitható ajtó. Itt lehet látni, hogy van két USB csatlakozó, illetve van egy fejhallgató kimenet és egy mikrofon bemenet rajta. Magyarán nincsen eltúrózva ez a dolog, igazából talán nem is kell. Az a lényeg, hogy az alaplapon, amit beleépítünk, rajta legyen minden olyan csatlakozó, amire szükségünk lesz ugye egy házi mozihoz. Itt a videó kimenetek, hang kimenetek és egyebekről van szó. Fordítsuk meg a házat. Így néz ki a popsia. A táp alul helyezkedik el, majd ki fogom bontani, akkor lehet látni, hogy ez egy átlagosnál kisebb tápegység, ami ugye mondjuk nem is csoda. Fölül el lehet helyezni két kis ventilátort ezeken a helyeken. Ez talán ugye ezeknek a házaknak a legkritikusabb pontja a hűtés, hiszen
kis méretűek, ugye kicsi a légtér bennük, hogy úgy mondjam, ugye gyorsan fölmelegszenek, úgyhogy mindenféleképpen dicséretes, hogy a tervezők gondoltak arra, hogy ventilátorokat tudjunk beépíteni ide hátra. Ahhoz, hogy szétbontsuk, három csavart kell kicsavaroznunk, egyet itt, és itt lesz a harmadik. Megpróbálom majd félkézzel szétszedni a házat, mert ugye a másikban a kamera van. Nem tudom, hogy fog sikerülni, de talán valahogy igen. Ahogy lehet látni, az egész szoknya jön le róla, mint egy régebbi, nagyobb házról. Ugye régen ez volt az olcsóbb házaknál a megszokott, a midi tornyoknál, hogy az egész burkolat így egyben emelhető volt. Ennél a számítógépháznál is így van. Nézzük előbb a tartozékokat. Van egy kis speakerünk, amit az alapra lehet csatlakoztatni, egy pár darab csavarunk, ezt lehet látni, hogy azért nem egy túl nagy számú csavar, de igazából nem is lesz rá szükségünk, majd megmutatom belülről a házat, hogy miért. Illetve két kis sín, amivel az optikai meghajtót lehet a helyére csúsztatni. Ez mondjuk egy elég pozitív dolog, ugye, mert csavarmentesen szerelhető az optikai meghajtó. Mutatom a házat belülről. Itt van a tápegység, ahogy lehet látni. Egy viszonylag kis tápegységről van szó. Mindjárt nézem a teljesítményt. Ha jól látom, akkor 180 watt az összes teljesítmény ennek a tápegységnek. Ez ugye nem egy túl nagy teljesítmény, viszont azt gondolom, hogy egy mini ITX-es laphoz, főleg ha mondjuk atomprocesszorral van szerelve, ugye valamilyen ionos lap, nem is lesz ennél nagyobb tápegységre szükségünk. Az oldalunkon megjelent egy cikk, ugye egy gigabyte alaplapról, ami egyébként beleillene ebbe a házba, aztán még kint is van a nyitó oldalon és olvasható, ha minden igaz. Lehetséges, igen, tudom, itt van, majd meg is mutatom mindjárt, lehetséges, hogy azért ahhoz kevés lesz ez a tápegység. Jobb is szólt, hogy mutassam is meg is mutatom, azért így. Itt van, ő az. Megmutatom ezt is, hogy néz ki, bár ugye a cikket, hogyha valaki elolvasta, akkor már láthatta. Félkézzel egy kicsit nehéz kicsomagolnom. Mire befejezzük az adást, annyi doboz lesz körülöttem, hogy nem fogok tudni kimászni az asztal mögül. Elnézést kérek, hogy a mikrofonba beleretegek ebben az acskóval, de másképp sajnos nem tudom megoldani a dolgot. Ja, átlátottál, jó, nagyszerű. Akkor addig kicsomagolom, kicsit messzebb akkor a mikrofontól, hogy ne süketüljetek meg. Na, akkor vissza is váltunk. Tehát így néz ki ugye az alaplap. Amit lehet látni, igazából ez egy teljes értékű alaplap. Teljesen normális 1156-os processzorokat lehet belerakni. Van rajta egy X16-os sín is, ami azt jelenti, itt alul lehet látni, ami azt jelenti ugye, hogy normál videókártya is belemehet, illetve van rajta két memória, bővítőhely. Igazából minden tud, amit egy nagy alaplap tud, legalábbis a középkategóriában. Ha megnézzük a kimeneteket ezen az alaplapon, akkor lehet látni, hogy van rajta HDMI kimenet, optikai hang, itt van a 7 csatornához az analóg kimenet, és rajta van, eszemben USB 3-as csatlakozók is vannak ezen, illetve külső SATA csatlakozó, és ugye a képet még ki lehet vinni itt a D-Sub, illetve a DVI csatlakozókon keresztül. Lehet látni, hogy ez az a méret, ami belefér ebbe a házba, most én nem fogom beszerelni, próbálom mutatni. Tehát ez a méretű alaplap, ami ebbe a házba beleillik, és mutatom a házat is, hogy ezen is itt alul megtalálható a kártyahely. Magyarán, hogyha valaki itt külső kártyát akar használni, akkor erre módja és lehetősége nyílik. Azt a cikkben is leírtam ennél az alaplapnál, hogy arra természetesen oda kell figyelnünk, hogyha videókártyát szeretnénk beletenni, akkor nagyon nem mindegy, hogy miért választunk, ugyanis a házban nem fog beleférni esetlegesen a videókártya, hogyha túl hosszú. Ami még lényegesebb a házzal kapcsolatban, ugye itt a hűtésről már beszéltünk, mutatom a belsejét. Itt ezen a belső részen van még egy ventilátorhelyünk, így ránézésre azt mondom, hogy ez egy 8 centis ventilátornak a helye. Nagyon fontos,
hogy a felső részre, ugye erre a részre jön be a optikai meghajtó. Nem kell, hogy ebbe a házba mobil, tehát notebook optikai meghajtót vegyünk, a teljes méretű meghajtók beleférnek, ami ugye költségcsökkentő mindenképpen. A merev lemez az pedig a felső tárcába illik erre a helyre, és hát nagyjából ennyi. Ha van kérdés esetleg a házzal kapcsolatban, akkor arra még szívesen válaszolok. Amit még ugye el szoktam mondani, itt az anyaga ugye először is, műanyagból van ugye az eleje természetesen, ahogy ez lenni szokott, acélváz, tehát itt nem alumínium házról beszélünk, ez egy acélváz. Ami nagyon fontos, hogy az élek le vannak kerekítve mindenhol, ezt is megmutatom. Lehet látni, hogy a lemezek széle vissza van hajtva, itt is, ezen a részen is, és itt hátul is, nem tudom mennyire látszik, próbálom mutatni, és itt bent is. Ami ugye azt jelenti, hogy a régi jó szamuráj házakat elfelejthetjük, hogyha nem vagyunk nagyon ügyetlenek, akkor ezekkel a házakkal már nehezen tudjuk szétvágni a kezünket. Még egyszer megmutatom előről is a házikót. Tehát így néz ki. El is lehet fektetni. El lehet fektetni, igen, a Gábor mondja, hogy akár el is lehet fektetni, ebben van igazság. Probléma van vele, hogy a talpak azok alul vannak a háznak az alján. Tehát, hogyha elfektetjük, akkor esetleg karcolódik az oldala, de mondjuk ha az elejét nézzük, akkor akár fekvőháznak is lehet használni nyugodtan. Ami biztos, hogy ebben a házban, mivel egy elég strapabíró darabnak tűnik, jó kis PC-ket tudunk építeni, és tudunk rajta mozit nézni, vagy zenét hallgatni, vagy éppen amit szeretnénk. Ezt megpróbálom félretenni, ezt a házikót. És elővenni az egyik nagyobbat, nem is tudom melyikkel kezdjük, talán azzal, ami itt tőlem jobbra van. Átkapcsolsz, Gábor, egy kicsit a... Köszi. Ő lesz a következő áldozatunk. Ez a Gábor mondta nekem, hogy melyik családba tartozik ez a ház. Én meg jól elfelejtettem, de hogyha esetleg megint mondja nekem, akkor megmondom nektek. Jól emlékszem, az a Mesh Series. Mesh? Mesh Series. Tehát a Mesh sorozatú házak családjába tartozik. Nem tudom, mennyire látszik a kamerán, majd meg fogom mutatni közelről is. Az eleje ilyen elég dizájnos, kis furatok, éppen lukak vannak rajta. Ez egy elég fényes műanyag, a kis kamerán majd jól lehet látni. Illetve van két kis visszajelző szerkezet rajta, ugye az egész egy ilyen ajtós kivitel. Itt lehet látni 3-5-25-ös hely van benne, és ugye hát flopit már nem nagyon használunk, úgyhogy a kis helyre kártyaolvasót lehet esetleg beépíteni. Valamit sikerült levernem, nem érdekes. Átkapcsolsz nekem a másik kamerára, Gábor? Köszi. Mutatom is akkor a házat, hogy hogy néz ki. Szépen megyünk rajta végig. Ugye fölül egy szép csíftek feliratot látunk. A két kis visszajelző, ezeket lehet itt látni, ugye teljes lukat elfedi. És hogyha megnézzük belülről, akkor igazából ez itt csak egy ilyen átlátszó műanyag. És ezeket a kis ledeket, amik itt vannak, ezeknek a fényét vezeti ki a háznak az előlapjára. Ahogy lehet látni, tehát ez egy ilyen ajtós megoldás. A meghajtó helyek takarólemezeit viszonylag könnyen ki lehet emelni ezekkel a kis fülekkel. Most visszarakni nem fogom, mert egy kezem van csak. A két visszajelzőn kívül az előlapon már csak a reset gombot találjuk meg, illetve a bekapcsoló gombot. A csatlakozókat, azokat elrejtették ide oldalra. A ház oldalán látjuk őket. Van egy Firewire csatlakozónk, egy fejhallgatónk, egy mikrofonunk, illetve két darab USB-nk, ezeket tudjuk használni. Ahogy lehet látni, ezen az oldalon itt van két ventilátor hely, ezt majd meg fogom mutatni belülről is, hogy miért pont erre a helyre tették. De a következő, ami ilyenkor következő szokott, az a háznak a hátsó része. Lehet látni, a tápegységet fölül helyezkedik el, tehát ez a hagyományos módon. Erre a helyre egy 12 centis ventilátort lehet beszerelni, ami a hűtés miatt nagyon fontos. És ugye ahol van 2, 4, 6, 7 darab kártyahelyünk, ahol be lehet különböző bővítő kártyákat pakolászni. A ház anyaga egyébként az előzőhöz hasonlóan acél, tehát nem alumínium házról van szó ebben az esetben sem.
ahhoz, hogy leszedjük az oldallapot, két csavart kell itt a haján és a tetején kioldanunk. A ház oldala teljesen egyszerű módon nyílik. Félre is teszem. Illetve majd még mindjárt visszarakom egy kicsit ide, mert meg akarom mutatni. Ő lesz a házikó belülről. Amit meg akarok mutatni ezen az oldallapon, itt az oldallap, hogy az egész oldallap rácsos, itt lehet látni. Magyarán a szellőzése a háznak az elég jónak mondható. Ha telerakjuk ventilátorral, akkor ezeken a lukakon keresztül, nem tudom mennyire látszik, megpróbálok kicsit közelebb menni, hogy látszol rendesen, tehát ez ilyen kis lukacsos lemez, ezen keresztül tud szellőzni rendesen a ház. Na, mutatom egy kicsit messzebbről a belső vázat. Ahogy látni lehet, egy viszonylag egyszerű szerkezetről van szó, de hát ugye számítógép ház esetében talán ennél bonyolultabbat fölösleges is alkotni. A tálcában már megvannak a távtartók, de van hozzá egy kis doboz, amiben különböző csavarok és egyéb dolgok vannak. Ugye ebben is van egy speakerünk, ugye egy kis csipogunk, illetve csavarok a szereléshez. Ami nagyon fontos, hogy ebben a házban lényegében az összes kártya, illetve meghajtó csavarmentesen szerelhető. Itt lehet látni a hátlapon, ahhoz, hogy a kártyát ki tudjuk szedni, egyszerűen ki kell pattintanunk ezt a lemezt. Ez így néz ki. Ugyanígy egy mozdulattal vissza is tudjuk rakni a helyére, remélem, hogy sikerül. A kipattintás után ugye ezek a takarólemezek kiesnek a helyükről, ki lehet őket szedni, be lehet rakni a kártyát, és vissza lehet pattintani, magyarul semmilyen szerszám nem szükséges ahhoz, hogy ezt szereljük. Ugyanígy van megoldva csavarmentesre az optikai, tehát az 525-ös meghajtók helye is. Lehet látni, hogy itt ilyen kis csavarocskák vannak benne, ezek akadnak bele a meghajtón lévő lukba, ugye ahova eredetileg csavart kéne tennünk, ezeken ugye hátul nincs menet, tehát nem akad bele. Egyszerűen előről betoljuk a meghajtót, nem tudom milyen messziről mutassam, hogy jól látszon. Betoljuk előről a meghajtót, szépen beakad a helyére, és már ott is van, nem kell vele semmi egyebet tennünk. Az alsó helyen ugye azért van közelebb ez a csavar, mint a felsőkön, mert ugye itt vagy floppy meghajtót rakhatunk be, illetve ugye, ahogy mondtam, most már ezek azért nem annyira elterjedtek, úgyhogy inkább a kártyaolvasó van, ami játszik ebben az esetben. Az oldás is teljesen egyszerű, ezt a kis műanyag fület mutatom közelebbről, ugye egyszerűen csak kihúzzuk, kiakasztjuk és lehet kiemelni a meghajtót. Itt lehet látni belülről a ventilátor helyeket, nem véletlenül kerültek ugye az oldallapra. A merevlemezek azok, ahogy lehet látni, az oldallap felé állnak kifelé, tehát a kábelezés az erről fog történni, ami mondjuk megkönnyíti mindenféleképpen a beszerelést. Arra oda kell figyelni ebben az esetben, hogy lehetőség szerint olyan SATA kábelt használjunk, ami 90 fokban meg van törve, mert ugye ami nincs, az annyira ki fog itt oldalirányba állni, hogy beleütközhet a háznak az oldalába. Viszont, hogyha van ilyen 90, illetve 45 fokban megtört kábelünk, akkor lehet szépen szerelni. Ami lényeges, hogy itt is fülecskék vannak, sinecskék, ahogy lehet látni. Próbálom mutatni, úgyhogy be is férjen a kamera képébe. A merev lemezeknek az oldalára egyszerűen ezt föl kell pattintani. Itt a csavar, ami lehet látni benne, nem menet van rajta, hanem egy picit érdesítve van a felület, ez nem tudom mennyire fog látszani a kamerán. Hát, nem tudom mire élesedik be. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez érdesítve van, magyarán ez szépen becsúszik a lukba a meghajtók oldalán, a vinyók oldalán, és egész egyszerűen be kell tolnunk a helyére. Így egy kézzel ugye nem biztos, hogy nekem ez sikerülni fog, de talán mégis. Számoljuk is meg, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, nem tudok számolni, 6 darab merevlemezt lehet elhelyezni itt a számítógép házban. Azt gondolom, hogy ez mindenre elég kell, hogy legyen. Nekem még soha nem volt 6 darab merevlemezem egy házban, talán 3 volt a maximum. De hát mondjuk, ha szervert akarunk üzemeltetni, akkor esetleg szükség lehet ennél több merevlemezre is.
A ház szellőzése minden esetre alkalmassá teszi arra, hogy akár szervert is működtessünk benne ugye 24 órás üzemmódban. Mutatom a belsejét a háznak. Lehet látni, hogy itt fönt a felső részen is van egy 12 cm-es ventilátornak hely. Van benne egy kis rács is fölül. Most majd nem szedem le azért a fóliát a háznak a tetejéről, nehogy esetleg összekarcolódjon. Ami a lényeg, hogy a szellőzés az abszolút jól megvan oldva. Tehát van ventilátor a tetején, van egy a hátulján, ami azt jelenti, hogy ezeken a részeken lehet a levegőt kivezetni, a tápegység is nyomja ki a levegőt a házból. Ezen a két ventilátoron keresztül tud beáramlani itt a hűvös levegő, hűteni a merevlemezt, illetve hát ahogy mutattam, a háznak az előlapja is teljesen rácsozott. Itt lehet látni, hogy ugye a lukakon belül rács van, át lehet rajta látni, úgyhogy az egész ház át tud szellőzni teljesen. Ezzel biztos, hogy nem lesz probléma a meleg napokon se. Természetesen ugye a ventilátort azt vennünk kell hozzá, de mostanában azért egyre több csendes és jó ventilátort lehet kapni. Ugye a legutóbbi cikkünkben, ha jól emlékszem, akkor cooling ventilátorok szerepeltek, azt a cikket én szerkesztettem, és nagyon meg voltam vele elégedve a cooling ventilátorokkal. Ami azért fontos, mert a coolingnak azért voltak olyan darabjai, amik nem voltak igazán jól sikerültek, de ez a mostani széria, ami a mostani cikkben szerepel, az egy folyadékcsapágyas kivitelű megoldás, úgyhogy teljesen hal. Egy picit azért lehúzom a fóliát a háznak a tetejéről, hogy lehessen látni, hogy milyen a felület. Nem tudom, mennyire lehet ezt majd a kamerán látni. Ez egy elég mat felület, tehát nem fényes, és ahogy látom, az új lenyomatokra sem túl érzékeny. Egy nagyon picit látszik a hely, ahol hozzányúltam, de hozzá kell tennem, én egy picit most izzadok, mert meleg van itt a lakásban, kikapcsoltuk a légkondit, úgyhogy a lámpa is világít, úgyhogy egy picit meleg van. Minden esetre a fényezés az elég jónak mondható, egy picit narancsos talán, tehát azt nem mondanám, hogy egy zongoralak fényezésről van szó, de mindenféleképpen egyenletesnek és szépnek mondom, megfolyások, nagyobb szemcsék nincsenek benne, úgyhogy olyan csíftekes. Azt hiszem, hogy erről más nagyon nem is lehet mondani. Még egyszer belekukkantunk. Itt is lehet látni, hogy minden le van kerekítve. Az összes él, a visszahajtások, mutatom így közelről. Tehát magyarán itt is, ahol kilép a lemez, az éle vissza van hajtva. És nem csak ott, hanem itt hátul is. Ezen az élen is. És ezen az élen is. Meg még itt hátul is. Pedig ide nagy valószínűséggel már senki nem fog benyúlkálni. Úgyhogy, hát azt gondolom, hogy ugye nem egy túl bonyolult szerkezet, ahogy mondtam, de a csíftek minőség az megvan benne. Elég strapabírónak tűnik, akár üldögélhetünk is rajta, hogyha éppen úgy szeretnénk. Gábor? Még arra gondoltam, hogy esetleg azt lehetne kiemelni, hogy rengeteg fülök van a hátlapi panelen, tehát mindenféle szabvány alaplap kényelmesen is. Több aljátszóban helyezhető bele. Igen. Köszönöm. Igazán nincs mi. Na, ebben a Gábornak egyébként teljesen igaza van, lehet látni, hogy rengeteg furat van rajta, úgyhogy mindenféle ATX szabványú alaplapok ide behelyezhetőek ebbe a házba. Azt gondolom, hogy talán a legnagyobb is. Bár ebben azért nem vagyok teljesen biztos, lesz most egy cikkünk majd hamarosan, amiben az egyik alaplap XL ATX szabványú lesz, ami ugye már előre vetíti, hogy enyhén szólva nagy méretű alaplapról van szó. Mit kell még itt megnézni, ugye a kábelezés még fontos lehet. A szerelésnél ugye ez nem mellékes. Lehet látni, hogy az összes csatlakozó egybe van öntve, magyarul nem ilyen hülye kis tűkkel van megoldva, hogy egyesével kelljen földugdosnunk az alaplapra, én ezt szeretem. Sokkal gyorsabb így szerelni. Lehet látni, hogy minden kábel be van zsugorcsőbe rakva, illetve ez valamilyen műanyag cső, a zsugorcső az a végén van, ahol kilép ebből a kék, sárga, illetve fekete műanyag csőből a kábelkorbács, ami megint csak nagyon jót tesz a szereléskor, el lehet vezetni szépen a házon belül, és nem fogja a levegő útját akadályozni. Ezen kívül ugye megtaláljuk a másik szokásos kábelköteget,
a speaker, merevlemez, visszajelző, reset gomb, bekapcsoló gomb és egyebek, ahogy az lenni szokott. Ez egy sima szalagkábel, ahogy lehet látni, de ettől szerintem többet nem is kell várni. Pont azt tudja, amire szükségünk van. Van valamilyen kérdés, Gábor, ezzel a házzal kapcsolatban? Megmutassak még valamit közelebbről? Most az a problémám igazából, hogy a nagyobbik ház az lényegében majdnem pontosan ugyanígy fog kinézni. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyit fogok tudni arról még beszélni. De azért próbálom jártatni a számot, illetve egy kicsit mutogatni így a kamerával közelről a házikot. Kicsit talán ez így többet mutat, mint hogyha az oldalon a cikkben megnézitek a képeket. Végül is ez egy mozgókép, ugye, filmet nézünk. Szépen végig lehet nézni tüzetesen a háznak a belső részét. Lehet látni, hogy egy jól kimerevített házról van szó. Itt is lehet látni ezt a kis háromszöget, ami bele van itt popszegecselve. Ugye ez azt a cél szolgálja, hogy oldalirányba ne tudjon a ház billegni. Azt majd... kérdeztél, hogy a vinónál hány centisek a menti helyek? Hány centis menti helyek vannak a vinónál? Én ezt 9 centisre becsülöm, 8 vagy 9 cm-es ventilátor helyről van szó. Mutatom. Talán inkább a 8, ugye a 92 mm-es az viszonylag ritka, nem túl elterjedt, lehet olyat is kapni természetesen. Sajnos arra nem volt időm a műsor alatt, hogy átnézzem a teljes dokumentációját ennek a háznak, de azt ígérem, hogy a cikkben, amit írni fogok róla, benne lesz az is. Na, megjött a Gábor egy centivel, úgyhogy leméri nekünk akkor a ventilátor. 8 és felült, hogy 8 centis ventilátor lesz az. Hát a Gábor szerint ez 8 cm-es ventilátor hely. Minden esetre most már azért 8 cm-ből is lehet folyadékcsapágyas kivitelt kapni, ami azt jelenti, hogy csendes gépet tudunk építeni a segítségével. Még egyszer megmutatom a házat előről, próbálom elég messzire vinni a kamerát, most már a vállamon van lassan. Így néző ki. Még egy dologról nem beszéltem, ugye ezek a lábak, de aztán a chipeknél már mindenki megszokhatta, hogy elég stabil lábakon áll ezeket, ugye ki lehet hajtani, be lehet hajtani ezeket a lábakat, hogyha valakinek nem fér el másképp, akkor behajtva használja, ha meg elfér, akkor érdemes kihajtani a lábat, és akkor nehezebben borul fel a házikó. Átkapcsolsz nekem, Gábor, a másik kamerára? Itt is vagyok újra, sziasztok! Próbálok egy kicsit rendet rakni magam körül, mert most már enyhén szólva kezdek itt a házak között eltévedni. Bár panelban nőttem föl, úgyhogy annyira talán nem kéne mégse. A következő és utolsó házunk, amit beszeretnék mutatni, ez az Aegis nevű csoda. Ő is a Chifteknek a műve. Lehet látni, hogy a két ház között azért van némi méretbeli különbség. Az ő javára. Jóval nagyobb szerkezetről van szó. Ezt a házat ugye lehet egy otthoni felhasználásra is ajánlani, de én azt gondolom, hogy talán ez a kategória már inkább egy céges, kisebb szerveres megoldásra alkalmas házikó. Természetesen, ahogy mondom, otthon is használhatjuk, de majd meg fogom mutatni belül, hogy azért ebbe annyi merevlemezt meg egyéb meghajtót lehet bele szerelni, hogy már sok a jóból, azt gondolom. Megkérem a Gábort, hogy kapcsoljon át megint a kis kamerára, és előről a házikót. Ő így néz ki. Van rajta egy szép ilyen rész utánzatú embléma. Lehet látni, hogy az alsó rész, illetve ez a felső rész, illetve az alsó rész is rácsos. Magyarán itt is tud a levegő mozogni. A felső rész ajtaját kinyitva ugyanolyan ablakokat találunk, mint a kisebbik házon. Ebben 4 optikai meghajtót tudunk szerelni, illetve hát, hogyha valaki még további merevlemezeket akar betenni, akkor ugye erre is lehetőség van. Illetve van egy helyünk itt is a kártyaolvasónak. Az előlapi csatlakozók egy kicsit megszaporodtak. Pontosan egyel több van, de ez mondjuk egy elég lényeges darab, ez az egy. Itt lehet látni, ez egy külső SATA meghajtó, van rajta 2 USB-nk, szokásos fejhallgató kimenet, illetve mikrofon bemenet,
A két visszajelző lámpa, az egyik a működésről, a másik a merevlemezek működéséről. Egy reset gombunk és egy bekapcsoló gombunk. Ezen a középső sávon lehet ezt elérni. Nagyon lényeges, és ezt fontosnak is tartom megjegyezni, hogy nem követték el azt a hibát, hogy berakták az ajtó mögé ezeket a csatlakozókat. Magyarán semmit nem kell kinyitogatni ahhoz, hogy itt a géphez hozzá tudjuk a meghajtóinkat, vagy egyéb eszközeinket csatlakoztatni. Az alsó ajtót is ki lehet nyitni. És ami nagyon érdekes, és elsőre nem tudtam, hogy mi ez a bütyök itt középen. Aztán kis gondolkodás után rájöttem, hogy ide CD vagy DVD lemezeket lehet fölpattintani. Ide föl lehet tolni, van itt alul egy kis fülecskénk, ebbe akadnak bele a lemezek, úgyhogy emögött az ajtó mögött tudunk lemezeket tartani, hogyha éppen úgy tartja kedvünk. Ötletnek nem rossz, bár hozzáteszem, hogy én inkább egy ventilátor helyet raktam volna ide, de aztán lehet, hogy ez fölösleges, hiszen fordítom a házat, lehet látni, hogy ezen az oldalon már nem kettő, hanem három ventilátornak van hely. Ugye ez azt is jelzi, hogy jóval nagyobb lesz belül a merevlemezeket tartó rész, hiszen hát ebben nem is tudom, majd megszámoljuk belül, hogy hány merevlemez fér bele. Az anyag egyébként teljesen ugyanaz, mint a kisebbik háznál, magyarul acél szerkezet, oldallapok, illetve műanyag előlap és előlap keret. A rácsok azok természetesen fémből vannak, de ez mondjuk a Chieftechnél talán minimális elvárás is. Az oldallap, ahogy lehet látni, próbálom mutatni, teljesen jól szellőző. Itt is egy nagyon nagy rácsot találunk az oldallapon. Aztán lépjünk is tovább a hátlap felé. Ugye lehet látni, hogy egy jóval nagyobb házról van szó, mint az előző esetben. A tápegység itt is fölül helyezkedik el, viszont nem legfölül, tehát itt fölötte még van valamennyi rés. Ennyivel nagyobb a ház nagyjából, ennyivel nagyobb, mint a kis testvére. Egy 12 centis ventilátort lehet beszerelni még ide hátra, illetve itt is van 2, 4, 6, 7 darab kártyahelyünk. Ebből a szempontból nem különbözik a másik háztól. 2 darab csavar tartja itt is az oldallapot. Remélem nem fog leesni az oldallap, hogy ezt kicsavarom. Ugyanúgy, ahogy az előbb, lehet ezt leszerelni. És mindjárt adom a Gábornak. Elveszed ezt tőlem, Gábor? Már nem tudom már sehol letenni. Így is van. Na. Akkor kukkancsuk bele ebbe a házba. Megpróbálom úgy tenni, hogy lássam én is a monitort, hogy éppen mit mutatok nektek. Mutatom a belsejét, a felső részt, ahol a merev, illetve az optikai meghajtók helye van. Lehet látni, 1, 2, 3, 4 nagy meghajtóhely van benne, illetve bele lehet rakni két kis meghajtót, ugye itt megint a szokásos floppy, illetve kártyaolvasó variációk jöhetnek szóba. Merevlemezből 2, 4, 6. Itt is csak 6 darab van, pedig azt gondoltam, hogy ebben több lesz. Úgy látszik, hogy azt a plusz helyet a kis meghajtó plusz egy darab kis meghajtó foglalja el, illetve ugye egyel több a nagy meghajtó hely is. Minden esetre a ventilátorok azért szellőztetik ezeket is, ahogy lehet látni, próbálom mutatni. Itt vannak belül a ventilátor helyek. Ezek ugyanúgy 8 cm-esek, mint az előző ház esetében. A merevlemeznek a szerelése teljesen megegyezik az előző házzal, de ez talán nem is csoda, hiszen teljesen fölösleges egy jól bevált megoldáson változtatni. Itt megint megmutatom, kihajtjuk a kis fület, kihúzzuk, kint van. Ugyanígy, ugye, hogyha rajta van a merevlemezen, akkor egyszerűen betoljuk a helyére, bepattan, és már fogja is, teljesen csavarmentesen szerelhetők a merevlemezek. Itt is ugye oldalról lehet betolni, tehát a kábelezés tekintetében teljesen megegyezik az előző megoldással. Ugyanígy megegyezik a kártyahelyeknek a ki- illetve beszerelése is. Megint csak csavarmentesen szerelhető, azért megmutatom még egyszer, mert az előbb már mutattam. A kis zöld fület föl kell hajtanunk, az egész lemez lejön a helyéről,
és a hátlapi nem ezeket ki lehet szedni, és nem szedem ki, egy kézzel nem fogom tudni visszatenni. Így. Ami különbözik az előző megoldástól, az optikai meghajtóknak a beszerelése. Itt lehet látni, hogy sormintát raktak nekünk a Chiftek gyárban csavarokból. Ezeket a csavarokat, hogyha kicsavarjuk, be lehet tekergetni az optikai meghajtó oldalába, és ezek a csavarok ezekben a sínekben csúszkálnak, amit itt lemutatok. Szépen becsúszik ide a fém mögé, beakad ebbe a kis lukba, nem tudom mennyire fog látszani, hopp, beélesedik, itt ez egy kis luk mögötte, oda beakad, és már is rögzítve van. Ha pedig ki szeretnénk szedni, akkor egyszerűen ezt a lemezt kihúzzuk, megtoljuk hátulról, és már lehet is kiszedni a meghajtót. Persze túl sűrűn ezeket nem fogjuk kibe rakosgatni, de minden esetre azért ez is elég fontos, hogy ilyen könnyen szerelhető. A csavarmentesség itt valamelyest azért sérül, hiszen ezeket a kis csavarokat bele kell csavaroznunk. Nagyon nem kell őket meghúzni, talán inkább a házból való kicsavaráshoz lesz szükségünk csavarhúzóra. A háznak egyébként a minősége ugyanolyan jó, mint a kisebbiké, tehát egy nagyon stabil megoldásról van szó, próbálom mozgatni, bár ez a kamerán nem tudom mennyire fog látszani. Abszolút stabil, nem billen, nem nyeklik, nyaklik össze-vissza. Itt is megtaláljuk benne ezt a kis háromszöget. Próbálom mutatni. Itt lehet látni. Ezek apró kis nüansznyi dolgok igazából, de pont ezektől az apró kis dolgoktól lesz jó a ház, hiszen ha nem lenne benne ez a rögzítő, akkor így előre-hátra mozoghatna az egész kuckó, és nem lenne annyira stabil. Ventilátorhely van még egy, ahogy az előző háznál is, itt lehet látni, ez is a fedlapon van, 12 centis ventilátort lehet beépíteni ebbe is, ami ugye azt jelenti ennél a háznál is, hogy van egy hátlapunk, egy hátlapi ventilátor, egy fedlapi ventilátor, illetve ugye ebben nem kettő, hanem három darab 8 centis hely, ennyi, ami ventilátort be lehet tenni. Ugye itt jön befelé a levegő, a hátlapon a tápnál megy kifelé, ahogy az előbb is, és a fedlapon is megy kifelé. Ami nagyon fontos, hogy az oldal irányból, tehát ugye erről a részről, viszont a háznak az oldala teljesen rácsos, ami azt jelenti, hogy be tudja szívni a levegőt, itt szépen be tud a hűvös levegő áramlani, hűteni tudja a belső részeket, a kártyákat, egyebeket, és ugye azokon a részeken, ahol a ventilátorok vannak, ott meg ki tud menni. Nagyon fontos ugye ezeknél a házaknál az, hogy a légcsatorna az meglegyen, és ne legyen ebből probléma, hogy a levegő hogy áramlik, merre kering a házon belül. A kábelezésről még nem beszéltünk. Egyszer van itt is egy szalagkábelünk. Ezt az előbb is láthattuk, a szokásos speaker, merevlemez, reset és egyebek. Ugye az alaplapi csatlakozókra kell ezt földugdosni. Van egy másik kábelkorbácsunk is. Ez egy kicsit ugye több természetesen, mint amit az előbb láthattunk, bár ahogy lehet látni, itt is három darab kábelünk van. A színek azok nem különböznek, mindegyik fekete. Van egy USB-nk, ez ő. Van egy HD audiónk, ami ő, illetve hát ugye a külső SATA csatlakozóhoz van egy SATA csatlakozó. Ez egy teljesen normál SATA kábel, egyébként lehet látni, egy ilyen normál, teljesen hagyományos, fekete szalagkábelről van szó. Mit nem mondtam még el, Gábor? Nézzük körbe a házat. A fényezésről az előbb már beszéltünk, itt is lehet látni, most az oldallapot nem szedem le, meg nem tudom, hogy a kamera mennyire tud beélesedni. Majd megpróbálom azért a cikkben természetesen közelről lefényképezni az oldallapot. Lehet látni, hogy itt is ilyen matt fekete színre van fújva a lemez. A fényezés egyébként szép egyenletes itt is, magyarán semmiképpen nem mondanám olcsó bóvinak ezt a szerkezetet. A Chiftek házakról egyébként annyit még elmondanék, hogy valamelyest ugye adnak azért a dizájnra. Hát kapcsolsz nekem a másik kamerára, Gábor, mert nagyon nem tudok ezt semmit. Szóval azért valamelyest adnak a dizájnra a Chiftek miatt, mert ugye megpróbálják ezeket a rácsokat is egy kicsit
dizájnosra formálni, hogy ne csak egy egyszerű fekete fémrács legyen benne. Egyébként ez egy kicsit be is van horpasztva, viszonylag normálisan néz ki. Tehát ezek a házak elég jól néznek ki. Nagyon jó, stabil szerkezetekről van szó. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy leginkább a középkategóriában szerepelnek, hiszen a felső kategóriás házak ugye általában alumíniumból készülnek, és telerakják őket mindenféle csili-vilivel. Magam részéről azt kell, hogy mondjam, hogy a Chiftek házait nagyon szeretem, és nekem nagyon nincs szükségem arra, hogy egy ház alumíniumból legyen, hiszen viszonylag ritkán cipelek számítógépet a hátamon. Sokkal fontosabb az, hogyha egyszer megveszem, akkor abban sok éven keresztül tudjak alaplapokat szerelni, gépeket építeni, anélkül, hogy a házat le kelljen cserélni. A ház az ugye egy olyan komponense a számítógépnek, amit nem fél évre meg egy évre veszünk, hanem sokszor 4-5-6 évig is akár kiszolgálhat minket egy ilyen házikó. Viszont ahhoz, hogy ez megtörténhessen, mindenféleképpen szükséges az, hogy minimum egy ilyen Chiftek kategóriájú házat vegyünk. Ha valakinek nem ez a márka szimpatikus, akkor természetesen lehet másfajtát is. De nagyon-nagyon fontos az, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy jó gép alapjául jó háznak kell szolgálni. Ugye ez az egyik olyan komponens, amiről nem sokat szoktunk beszélni, mert mindenki a videókártyákra meg az alaplapokra kíváncsi. A másik ilyen meg ugye a tápegység, ami mindig el szokott sikkadni, pedig egy gépnek a tervezését mindig ott kell kezdeni, hogy előbb megnézzük a házakat, kiválasztunk egy jó házat, abban egy jó tápegységet, és utána jöhet minden más. Mert hogyha túl sok hardverünk van, ugye nagy videókártyákat használunk, melegedős videókártyákat, és veszünk mellé egy dizájnos, ám rosszul szellőző, vagy aprócska házat, akkor nagyon-nagyon megjárhatjuk, főleg ezekben a nyári napokban, ugyanakkor egy kicsit melegebb van az átlagnál. Én nagyjából elmondtam ezekről a házikokról mindent, a Gáborhoz fordulok, hogy van-e valamilyen kérdés, mutassak-e még meg valamit, vagy pedig elegendő volt ez? Nincs semmi konkrét, ahogy látom, a műsoridőből elvileg még lenne 20 percünk majdnem, amit most nagyon nem fogunk tudni kitölteni semmivel, annál is inkább meg kiszáradt a száma sok beszédtől. Mára ezt terveztük, ezeket a házakat szerettük volna megmutatni. Hamarosan természetesen írásos cikk is fog ezekről születni, ahogy ez mondjuk szokásos nálunk. És ebben a cikkben azért rengeteg kép lesz, megpróbáljuk ezeket a részleteket lefényképezni, amiket most megmutattam nektek itt a kamerán keresztül. Nem három házat kaptunk egyébként, hanem ötöt. A másik kettőt most azért nem mutattuk be, mert az inkább az alsó kategóriát erősíti a márkán belül természetesen. Tehát ez nem azt jelenti, hogy alsó kategóriás házról van szó, inkább azt jelenti, hogy a Chiftek házai közül az olcsóbb kategóriába tartozik. A jövőről még annyit cikkek kapcsán, hogy a Gábor tervez egy alaplapcikket, ami elég érdekes lesz. Ez nem tudom, Gábor, mikorra tervezed, mikor fog nagyjából megjelenni. Hát szerintem az Intel-es vonal az jövő évben kikerülhet, és aztán azok az eredmények fel lesznek használva egy hatmagos AMD összehasonlító tesztelés. Így van, tehát most nem tudom, mennyire lehetett hallani a Gábort. Két cikkünk lesz, az egyik az egy Intel-es alaplapcikk lesz, Gigabyte és Asus felső kategóriás lapok fognak versenyezni. A felső kategóriát azt úgy értsétek, hogy a 100 000 forint fölötti kategóriáról van szó. Ezt követően lesz egy AMD-s cikkünk, ugyanígy felső kategóriás alaplapokról. Ami nagyon lényeges, hogy AMD és Intel vonalon is 6-magos processzorral fogunk tesztelni. Úgyhogy a második cikkben már össze lehet majd mérni az Intelnek és az AMD-nek a teljesítményét, ugye a platformok közötti különbséget. A Gábor majd tesz róla, hogy jó sok mérésünk legyen mindenféle módon, ugye játékok és egyebek lesznek, ahogy szokott. Hát nem is annyi, mint egy végletcik, mert be lesz játék. Nos, van még valami, amiről beszélnünk kell, Gábor? Mit gondolsz? Valaki írta, hogy nemrég érkezett, és hogy kinyitva mutassuk meg neki a legjobb háznak az elejét. Az elejét? Jó. Remélem, hogy látszik valamennyire itt is. Most nem fogom a kis kamerával. Egy felső és egy alsó rész. Akkor elmondom még egyszer, hogy az alsó részen
itt igazából semmi más nincs, egy lemeztartó, tehát ide CD, illetve DVD lemezeket lehet bepattintani. Hogyha azt szeretnénk, hogy kéznél legyenek a telepítő lemezek, ami a géphez tartozik, akkor ide el tudjuk helyezni, van egy kis bütyök, erre rácsúszik, illetve egy kis fülecske alulból beleakad, és akkor ezek a lemezek nem esnek ki a helyükről. Célszerű egyébként, nem egy buta ötlet, hiszen a géphez tartozó telepítő lemezek így mindig kéznél lesznek, nem kell őket keresgetni, és ha újra kell telepítenünk a rendszert, akkor minden ott van egy helyen. A felső helyen lehet látni 4 darab nagy meghajtó helyen, illetve 2 kicsi, és hát nagyjából ennyi. Nagyjából ennyi. Ja, kifogytam a szóból. Azt mondták, hogy én mutassuk meg CD-ből, és hogy néz ki. Jó. Most így átlépj bele. Lépj benny át a kamera előtt. Egy lemez. Előtt ráragasztottál valami... Ilyen cucc. Így. Igen, mondjuk így a kamerában jobban látszik ezzel a piros lemezzel. Egyébként, ahogy így nézem, nagyjából 10 lemeznyi hely van rajta, úgyhogy a fontosabb telepítő lemezek mindenképpen rá fognak férni. Operációs rendszer, ugye az alaplapnak, a videokártyának a lemezei, másra még nagyon nincs szükségünk, illetve hát hozzáteszem, ha internetünk van, akkor valószínűleg még azokra se nagyon lesz, de minden esetre a lehetőség adott, hogy a lemezeinket itt tároljuk a ház burkolata mögött. Kicsit porosodni fog, mert ugye a levegőt szív be itt is, de hát azért minden nem lehet tökéletes. Kérdés? Azt mondják, hogy király ötlet, ez a lényegi dolog. Igen, hát igen. Az ötlet az tényleg király egyébként, és én mindig azt mondom, hogy ezektől az apróságoktól lesz egy ház, meg egyébként is minden hardware, de egy számítógépház is kifejezetten jó, hiszen ezekkel lehet földobni. Igazából túl sok mindenben ezek a házak már nem tudnak egymással versenyezni, hiszen mindent kitaláltak már mostanra. Lényegében ebben a kategóriában ugye a csavarmentes szerelés már lassan nem számít semmi ilyen kuriózumnak. És hát az sem, hogy ugye a lemezeket visszahajtogatják, de hát ezek ugye mind-mind fontos dolgok, és azért egy háznál érdemes ezeket megnézni, hogy ezek tényleg olyanok legyenek, amilyet szeretnénk. Jó, mivel azt gondolom, hogy nagyon sok kérdés már nincsen, vagy van, nézek a Gáborra. Nincs kérdés. És nekem sincs már több mondani valóm erre a mai napra, hiszen beszéltünk a HOC-ról, ugye azt még egyszer elmondom, hogy a HOC klub akkor így most hivatalosan is lefújva, ez a kezdeményezés törölve lett. Egy dolgot elfelejtettem még mondani, mégpedig azt, hogy vagy ma délután, vagy a holnapi nap az oldalon egy új szolgáltatás el fog indulni, amit majd látni fogtok, még nem mondom el, hogy miről van szó pontosan, legyen ez még meglepetés, minden esetre nézzétek majd holnap az oldalt, és természetesen majd a véleményetekre kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire tartjátok majd ezt a szolgáltatást hasznosnak, vagy kevéssé hasznosnak. Nem mondok róla mást. Ne nézzél rám. Nem mondok semmit. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai napon is. Jövő héten újra jelentkezünk, fogalmam sincs még, hogy mivel fogunk jelentkezni a jövő héten. Az biztos, hogy akkor is meleg lesz, akkor is izzadni fogok. Próbálom majd valami olyan témát találni, ami nektek is izgalmas lehet. Nem tudom, Gábor, esetleg egy alaplap teszt beleférhet élőben? Mi a véleményed? Hát eleve a múlt héten azt csináltuk. Ja, igazad van, múlt héten is alaplap volt. Akkor nem szóltam semmit. Nos... Ha olyan volt esetleg, hogy kisebb klub sem lesz, tehát hogy... Jó. Ez nem is kell kérdésre, vagy ilyesmi, de hogy lesz, hogy lehet velünk fenni rendezvényekre, vagy ilyenek. Természetesen az... Tehát a kérdést akkor elmondom, hogy ha valaki ugye nem olvasná, hogy milyen kérdések íródnak be az üzenőfalra, tehát az volt a kérdés, hogy a HOC klub kisebb formában nem valósulhat-e meg. Én azt mondom, hogy megvalósulhat, de nem klubformában. Továbbra is szeretnénk majd annak a lehetőségét fenntartani, hogy egy-egy olvasónkat elvigyük magunkkal a rendezvényekre.
Ugye itt leginkább partnernapokról és egyéb hasonló rendezvényekről lehet szó. Ma éppen lett volna egy, csak nagyon későn tudtuk meg, majd a Gábor erről valamit fog nektek írni. Elmehetett ma egy olyan bemutatóra, ami az LG rendezett, ahol 57-től, vagy hogy volt Gábor? 50-es, 60-as évektől. Hát az 50-es, 60-as évektől voltak kiállítva Forma 1-es autók, ezeket lehetett megnézegetni, illetve hát ugye az LG-nek még a 3D-s TV-t is ki lehetett próbálni. Úgyhogy a Gábor szerint egy elég érdekes rendezvény volt, hozott róla képeket, és erről majd fog nektek egy hírt írni. Tehát a lényegre visszatérve, ilyen hasonló rendezvényekre szeretnénk titeket elvinni, és erre szerintem lesz is mód. Egyetlen lényeges dolog van ezzel kapcsolatban, pontosabban kettő. Az egyik, hogy időben megtudjuk, és ki tudjuk írni az oldalra. A másik pedig, hogy jelentkezzetek rá, mert ugye az előző alkalommal is majd 5 nap telt el, mire az első jelentkezés befutott. És ugye a delikvens, aki eljött velünk, aztán nyert egy Toshiba notebookot, úgyhogy azért annyira ő nem bánta meg ezt a dolgot, azon kívül még evett ivott is, amennyi belefért. Na! Jó, nem kérdés volt, hogy a pontgyűjtő játékhoz képest mennyivel többen látogatják a honlapot. Tehát a kérdés, hogy a pontgyűjtő játék mennyit segített az oldal látogatottságán, semennyit nem segített az oldal látogatottságán. Ha valaki figyelemmel követte a pontgyűjtő játéknak az alakulását, akkor lehetett látni, hogy az első helyezett 1200 kattintást hozott egy hónap alatt, ami azt jelenti, hogy az ugye mennyi naponta nem tudok számolni. Tehát igazából igen, tehát azt mondhatom, hogy a hírgyűjtő oldalakról szokott nagyjából ennyi ember átjönni, egy-egy hírt elolvasni. És ez ennyi szóval sem mondható soknak, úgyhogy ez az akció, ez abszolút sikertelen volt. Lehet, hogy ennek is köszönhető a HOC klub sikertelensége, bár nem hiszem, hiszen én azt gondoltam, hogy inkább a törzsolvasók azokra, akikre számíthatunk ilyen szempontból. Azt azért el kell mondanom, hogy nem egész 100 jelentkezés érkezett be, ha jól emlékszem, akkor 81 néhányról van szó. És ez ahhoz képest, hogy az oldalunkat meglátogatja naponta hétvégéken 5 hétközben meg mondjuk 8000 ember, azt gondolom, hogy enyhén szólva is kevés. Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az érdektelenségbe fúlt ez is, ahogy sok minden más itt nálunk. Így jártunk megint. Minden esetre mi dolgozunk tovább azon, hogy az oldal jobb legyen. Remélhetőleg jövő héten, és igen, ez fontos, azért el kell mondanom, hogy ha minden jól megy, jövő héten talán az első látványtervet meg tudjuk mutatni az új oldalnak a nyitó lapjáról. Ezt be fogjuk tenni a fórumba, és majd várjuk természetesen a véleményeket, az észrevételeket az új dizájnnal kapcsolatban. Ez csak egy terv lesz, ugye az első terv, ezen még rengeteg mindent lehet majd módosítani, de ahogy megígértem nektek, a új oldalt úgy szeretnénk elkészíteni, hogy ti is részt vegyetek ennek az elkészítésében, és olyan oldalt szeretnénk tervezni, csinálni, ami mindenkinek megfelel, lehetőség szerint ugye a legtöbb embernek, bár biztos lesz egy pár olyan ember, akinek nem fog tetszeni, de ebben nem tudunk mit kezdeni. Eltelt az idő, megint beszéltem egy csomót. Holnap nem jelentkezünk, ugye most nyáron áttettük az adást csütörtökre, úgyhogy a holnapi nap szabadok lesztek, délután lehet menni Balcsira, vagy Velencei tóra, vagy éppen a Tiszatóra, vagy éppen ahova szeretnétek. Hogy mondod? Strandra. Strandra, igen. Hát, hogyha más nincs, akkor strandra, vagy ugye a Gábor pecázni megy, ahogy szokott. Foci mikor lesz legközelebb? Péntek délután is. Tehát pénteken akkor lesznek már újabb meccsek is. Lehet nézni helyettünk a focit is. Most már azért jönnek a nyolcad döntők, ami... Negyed döntő? Nyolcad döntő? Negyed döntő. Már negyed döntő. Hát, teljesen el vagyok tévedve, úgyhogy negyed döntőknél tartunk, amik már azért tényleg jók szoktak lenni. Úgyhogy holnap nézzétek a meccseket. Rágjátok a tök magot, igyátok hozzá a sört, vagy éppen amit szerettek. Úgyhogy kellemes hétvégét kívánunk nektek, a Gábor is gondolom, bár ő most ott az asztal mögött ül és nézi a monitort. Úgyhogy legyetek jók, vigyázzatok magatokra. És jövő héten újra találkozunk. És addig sziasztok! Oh.